Rengeteg ember álmodik arról, hogy egy nap meghódítjuk az univerzumot, és több bolygón is kialakulhat emberi társadalom. Ehhez az első lépcső az lenne, ha legalább egy másik bolygót az uralmunk alá hajtanánk, de ez még a naprendszerben se lesz egyszerű feladat. A Földön kívül ugyanis mindegyik csillagrendszerünkben keringő bolygó alkalmatlan az életre. Legalábbis az emberire. De mégis mennyi ideig maradhatnál életben a Vénuszon, vagy éppen a Marson? Sziasztok! Márk vagyok a 10-es listától, és ma beszélgessünk arról, mennyi időd lenne kiélvezni az életet a naprendszer bolygóin, ha nem lenne rajtad védőfelszerelés. Bemelegítésképp kezdjünk a naphoz legközelebbi bolygóval, a Merkurral. Hiába helyezkedik a Merkur a legközelebb a naphoz, nem ez a rendszer legmelegebb bolygója. Persze ez nem jelenti azt, hogy fáznál a planétán, legalábbis a nap felőli oldalán biztos nem. Ott ugyanis akár 450 Celsius fok is várhat rád. A túloldalon viszont az extrém hőmérséklet másik végét tapasztalnád meg, ami akár mínusz 150 Celsius fok is lehet. Bármennyire is meglepő ezek után, nem a hőmérséklet lesz a legnagyobb ellenséged. Ez annak köszönhető, hogy a Merkur borzasztóan lassan forog a saját tengelye körül. Egész konkrétan 59 földi nap alatt telik el ott egy, ami jó hír, ha pontosan be tudod lőni, hogy hol akarsz landolni. Ha sikerül elkapnod a bolygó egy olyan területét, ahol épp arányaiban kellemes idő van, a lassú forgásnak köszönhetően túl is élhetnél, ha folyamatosan mozognál. Ha ez nem sikerül, akkor kb. 2 perc alatt vagy szénné égnél, vagy megfagynál. Az igazi ellenséged a légkör és az oxigén hiánya lesz, ami miatt nem lenne mit belélegezned. Úgyhogy ha mázlid van és a hőmérséklet problémáját meg is oldod, akkor se lenne hosszabb a Merkúri kalandod annál, ameddig vissza tudod tartani a lélegzetedet. A Vénuszt a szépség és a szerelem istennőjével azonosítják, de ne tévesszenek meg senkit se ezek a jelzők, a bolygóra látogatókra nem vár semmi jó élmény. Ha valaha is a felszínére jutnál, alig egy másodpercet lenne élvezni az idegen bolygón való életet, mivel gyakorlatilag minden az életedre akarna törni. A Vénusz atmoszférája 98%-ban széndioxidból áll, a nyomás pedig 90-szer akkora, mint a Földön. Mindemellett az egész bolygót sűrű felhőzet borítja, amiből víz helyett folyamatosan kénsav esik. Ha ez még nem lenne elég, akkor az sem mellékes dolog, hogy a Vénusz büszkelkedhet a naprendszer legforróbb bolygója címével, így a közel 500 Celsius fokos felszíni hőmérséklettel se lennél túl jó viszonyban. A pusztító légkör, az extrém nyomás és a pokolian forró felszín tesz arról, hogy a Vénuszon töltött utolsó másodperced életed legrosszabbja legyen. A Föld testvérbolygójára, a Marsra napjainkban sok figyelem hárul. Nem is csoda, hisz már egy ideje meg akarjuk hódítani a vörös bolygót, és most soha nem látott erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy ez minél hamarabb meg is történjen. Ha minden Elon Musk tervei szerint halad, ez a planéta lehet az emberiség következő lakhelye. Ha csupán ebből indulnánk ki, talán jogosan is gondolhatnád, hogy a Marson aránylag vígan éldegélhetnél védőruha nélkül is, de ez nem is lehetne távolabb a valóságtól. A bolygó felszíne cseppet se barátságos, és nagyon hideg. Az átlag hőmérséklet ezen a bolygón mínusz 60 Celsius fok körüli, bár ezt a ritkább levegő miatt nem éreznéd olyan farkasorlító hidegnek, mint a Földön. Ez még nem is annyira vészes, mert a megfelelő védőruházattal akár túl is élhetnéd. Nem űrruhával, hanem normál, extrém hideg környezetre valóval. Az igazi problémát azonban az alacsony légnyomás okozná, aminek köszönhetően a Marson az összes testnedved elpárologna, és teljesen kiszáradnál. De még akkor se tartana túl hosszú ideig a marsi kiruccanásod, ha ez nem lenne így, mert a levegőjében csupán nyomokban található oxigén. Így akár a vákumszerűen alacsony nyomás, akár az oxigén hiányolna meg, nagyjából 2 percig élvezhetnéd a vörös bolygó vendégszeretetét. A Jupiter teljesen más bolygó, mint a naphoz nála közelebbiek. Ez a legnagyobb planéta a naprendszerünkben, aminek a tömege 318-szor nagyobb, mint a Földi. De ami talán még meglepőbb az az, hogy ha az összes planétát egy kalap alá vennénk a naprendszerünkből, a Jupiter még akkor is 2,5-szer többet nyomna náluk. De nem csak emiatt számít különlegesnek. A Jupiter ugyanis nem kőzet bolygó, hanem egy gázóriás. A látványos, csíkos kinézetét nem a felszíne, hanem a felhő rétege adja, ami kb. 50 km vastag.
A sűrű felhőzet alatt nincs más, csak hidrogén és hélium, ami a bolygó középpontja felé haladva egyre nagyobb nyomású rétegekben van jelen. A Jupiteren ezért ahelyett, hogy kilépnél az űrhajódból, csak süllyednél a bolygó középpontja felé, amíg a hatalmas nyomás, a tomboló viharok és a mérgező forró gázok el nem pusztítanak. Nem hangzik túl jól, de az a szerencse, hogy kevesebb, mint egy másodperc alatt vége is lenne. A Szaturnusz a Jupiterhez hasonlóan egy gázóriás, tehát azt már most elkönyvelheted, hogy hosszú, boldog életet itt sem fogsz élni. Ha erre a különös gyűrűs planétára tévedsz, akkor még egy másodpercet sincsen megcsodálni a bolygót, mielőtt az teljesen összezúz. A NASA megfigyelései szerint a Szaturnusz középpontjában a nyomás több mint ezerszerese a Földinek, ami már bőven elég ahhoz, hogy pillanatok alatt szétrobbanj. De nem feltétlen kell egészen a bolygó magjáig utaznod ahhoz, hogy utolérjen a vég. A hőmérséklet se lesz a legjobb barátod, mert a naptól való távolság miatt a legfelsőbb rétegekben kifejezetten hideg van. A megfigyelések alapján a legalacsonyabb nyomással bíró légköri rétegben mínusz 140 Celsius fok körüli hideggel kellene megküzdened, de a sűrű mag felé közeledve a hőmérséklet már a vérfagyasztóan hideg helyett a nyomás emelkedése miatt pokolian forróba, nagyjából 80 Celsius fokosra csap át. Ez pont nem elég ahhoz, hogy azonnal hamuvá égj, de azért szépen lassan belehalnál az égési sérülésekbe. Viszont ne aggódj, mert idáig el se jutnál. A fagy és a hatalmas nyomás miatt egy teljes másodpercet se lenne élvezni a Az Uránusz is egy gázóriás, így már sejtheted, hogy a kiruccanásod ennek a bolygónak az esetében is eléggé rövid lenne. Ez a naprendszer leghidegebb bolygója annak ellenére, hogy nem az Uránusz kering a legtávolabb a naptól. A légkörének alsó részében a kutatások szerint mínusz 150 és mínusz 220 Celsius fok között ingadozik a hőmérséklet, ami pillanatok alatt jégcsapot varázsolna belőled. Persze már-már unalmas lenne, ha csak az extrém hideg törne az életedre. Emellett az Uránuszt borító víz, ammónia és metán keveréke olyan koktélt állít elő, ami gyakorlatilag pillanatok alatt szétmarná a tested. Ez jóval hamarabb végez is veled, mint a hideg, és bármennyire is szeretném azt mondani neked, hogy alig egy másodperc alatt jutnál át a túlvilágra, még ez is túlzás. Az Uránuszon gyakorlatilag azonnal köddé válnál. Félelmetes sötétség, dermesztő hideg és mindent elsöprő szelek. Így lehetne jellemezni a naprendszerünk utolsó bolygóját, a Neptunuszt. Tömegének nagy részét az Uránuszhoz hasonlóan víz, metán és ammónia teszi ki, aminek köszönhetően itt is gyorsan feloldódnál a pokoli gázokban. A Neptunuszon uralkodó átlaghőmérséklet se kecsegtet semmi jóval, az ugyanis mínusz 200 Celsius fok körül van, ezzel pedig a naprendszer utolsó bolygójaként a legalacsonyabb átlaghőmérsékletet tudhatja magáénak. Igen, a Neptunusz és az Uránusz is magáénak tudhatja a leghidegebb bolygó címét, de ne kavarodj be! A Neptunusz a leghidegebb, ha az átlag hőmérsékletet nézzük, viszont az Uránuszon van esetenként a leghidegebb. A kettő nem ugyanaz. Viszont ha a mérgező gázok koktélját és a fagyást is el tudnád valahogy kerülni, akkor a Neptunuszon a naprendszer legerősebb szeleivel is szembe kellene nézned. Nem ritka, hogy a szél a hangsebességnél is gyorsabban fúj, így simán találkozhatsz egy olyan hurrikánnal, ami 2100 km/h sebességgel forog. Ha esetleg még kérdéses lenne a fejedben, esélyed se lenne ellene. Úgyhogy itt is kevesebb, mint egy másodperc jutna neked. Ugyan a naprendszer bolygóival végeztünk, de a kíváncsiság kedvéért nézzük meg azt is, mennyi időd lenne a Holdon. Persze ez már kakukk tojás, mert a Hold nem bolygó, de ez se tántorítja el az emberiséget az olyan gondolatoktól, hogy idővel kialakítson egy holdbázist, ami az űr meghódításának első fontos bástyája lehetne. No de mi lenne akkor, ha nem a holdbázis kényelmét szeretnéd élvezni, hanem űrruha nélkül sétálnál ki a felszínre? Elsőre a légnyomás teljes hiánya tűnne fel, aminek köszönhetően a tüdődben levő levegő szinte azonnal távozna, akár akarod, akár nem. Még csak lélegzet visszafojtva se csodálhatnád meg az égi testet, mert az űrvákumának és a tüdődnek a harcát az előbbi nyerné, a tüdőd pedig egyszerűen szétrobbanna a történet végén. A hőmérséklet se éppen kellemes, mivel erős szélsőségek között ingadozik. A Holdon uralkodó nappali klíma, ami nagyjából 106 Celsius fok, szinte azonnal elégetne, viszont ha egy holdi éjszakába veted bele magad, akkor erős mínuszokkal kell megküzdened. A mélypont ilyenkor mínusz 173 Celsius fok is lehet.
Így arról se nagyon álmodj, hogy a Holdon veted meg a lábad, legalábbis űrruha nélkül esélytelen a dolog. De legalább a közeli égi testen nem azonnal válnál hamuvá, maródnál szét, vagy éppen robbannál fel a nyomástól, hanem lenne egy pár másodpercet élvezni a látványt. A rossz hír, hogy ez pár borzalmasan fájdalmas másodperc lenne. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, illetve ha igazán szeretnél minket támogatni, csatlakozz a Patreonunkhoz is, hogy a többi előny mellett a te neved is szerepelhessen itt a videóink végén.